A Dunafer szakközépiskola diákjai próbálhatták ki elsőként az Aranyvölgyi úti szabadtéri edzőparkot. A közhangkúk program harmadik beruházása széleskörű összefogásban valósult meg. A Rácsalmási Gumiabroncsgyár egyik partnere, egy hulladék kezeléssel foglalkozó cég a pálya borítását alkotó gumilapokat biztosította az építéshez. A hangkúk kapcsán az már egy 9 éves kapcsolat, mivel a szolgáltatásunkat is végezzük maga a gyárral. Igen, tehát több projekt fut, és a jövő évben is szeretnének közösen megvalósítani még egy ilyen sportlétesítményt. Az egyik dunajvárosi építőipari cég is segítette a pálya építését. A hangkok Roy Katalinék most kifejezetten szakmunkát kértek, tehát őnekik a pénz az most nem volt annyira fontos, hogy itt a kivitelezésbe a szabadtéri edzőpálya létrehozásában kellett segítség. Ez teljesen testhez álló feladat volt számunkra, úgyhogy örömmel álltunk az ügy mellé. A Dunajvárosi Katasztrófa Védelmi Kirendeltség is az ügy mellé állt. A szervezési feladatok mellett a szervezet munkatársai is részt vettek az építkezésben. Hozzánk nagyon sokan a közösségi szolgálat miatt nagyon sok elsősorban fiatal jelentkezik, azért nehéz megtalálni nekik magán a tűzoltóállomáson, hogy milyen feladatot adhatunk. Példa ez a pályaépítés, ez egy nagyon jó program volt, és ezért szerveztük őket ide. Az pedig, hogy hétvégén kollégáimmal részt veszünk önkéntes munkában, saját magunk, ugye lenne azért más dolgunk is, de ezt fontosnak tartjuk. Itt vagyunk a városban, itt élünk ebben a városban, és ha tehetünk ezért a városért, akkor igenis mi ezt megtesszük és segítjük. A közösségi szolgálat keretében a Dunafer szakközépiskola diákjai is bekapcsolódtak a munkálatokba. Csapó Gábor, a Dunajvárosi Szakképzési Centrum igazgatója a munkálatok kezdetén még a Dunafer iskola igazgatójaként állt az edzőpark létrehozásának ügye mellé. Dunafer iskola mindig is nagyon fontosnak tartotta azt, hogy a Dunajvárosért, illetve a város környékért tegyen. Nem csak a közösségi szolgálat óráira gondolok, amiket mondjuk úgy, hogy kötelezően kell a tanulók teljesítsenek, hanem azt az érzékenyítést gondolom én, amivel a tanulóink tényleg ezért a városért dolgoznak és tenni akarnak. Úgy gondolom, hogy ez egy zseniális ötlet. Néhány tanulónk találta ki annak idején, hogy mi lenne, ha ezt a haszontalan teret megtöltenénk tartalommal. Az ötletből ma valóság lett. Boda Bence, a közhangkúk program projektkoordinátora elmondta. A kezdeményezés mellé álló vállalatok jelentős segítséget nyújtottak az edzőpark építésében. Olyan szakmunkát is kaptunk támogatás gyanánt, mint például a Grabarics Kft., amikor felszette a régi elhasználódott betonalapokat, vagy a Pontplan Kft., amikor bebetonozta az itt látható eszközöket, a mögöttem látható eszközöket. Ezek is olyan szakmunkák, amiket tulajdonképpen önkéntes felajánlásként kaptunk meg, és úgy gondolom, hogy ez az egyik legjobb hozadéka, vagy legnagyobb hozadéka ennek a programnak, hogy beálltak mögé olyan nagyvállalatok, helyi nagyvállalatok, akik, mint mondtam, szakmunkával, illetve önkéntes munkával támogatták ezt a projektet. A szabadtéri edzőpark építésében 50 önkéntes vett részt, akik 800 óra munkával segítették a kezdeményezés sikerét.